Üdvözlök mindenkit a legújabb formátumunkban, amelyben X héten keresztül X videóban megbeszéljük egy sorozat X kötetét. A helyzet az, hogy nekem még csak 3 napja volt, nektek azonban majdnem 2 hónapja, hogy én kiírtam, hogy érdekelne titeket egy olyan formátum, hogy egy sorozatról nem egyben egy összefoglalóban beszélek nektek, hanem kötetenként lebontva, mint egyfajta tematikus hónapot csináljuk meg. És majdnem 3-szor annyian mondtátok azt, hogy érdekelne, mint azok, akik azt mondták, hogy nem. Úgyhogy itt vagyok. A helyzet az, hogy már múlt héten ugye a Bookhaul videóban bejelentettem, hogy a Holló fiúk sorozattal fogjuk ezt csinálni. És ez az, hogy én emiatt a sorozat miatt találtam fel ezt a formátumot, de erre majd később rátérünk. És ez most egyfajta ilyen tesztrán lesz. Szóval most ugye itt vagyunk júliusban, ez 5 hétből áll nekem. Videó szempontjában 5 péntekről van szó. És ugye múlt héten volt az első hét, amikor bejelentettem, hogy erről lesz szó. És a sorozat 4 kötetét most a 4 pénteken keresztül fogjuk venni. Szóval akit esetleg érdekel, hogy egyfajta ilyen book clubként, ilyen könyvklubként csinálják meg ezt az egészet, annak esetleg tudom azt ajánlani, hogy mit tudom én, most kapcsoljátok ki ezt a videót, olvassátok el az első könyvet, és gyertek vissza, és utána beszélgessünk róla a kommentek között, és utána hetente így menjünk vele tovább, hogy így mindenki így elolvasta a második részt, akkor jövő héten beszélünk a második részről, és így tovább, és így tovább. És akkor végére mindenkinek meg lesz a maga kis képe, mire a negyedik könyvet az utolsó héten megbeszéljük. Szerintem ez egyébként egy aranyos ott lesz, szerintem simán meg lehetne csinálni, bár összintén szóval még nem voltam könyvklubban soha, úgyhogy nem tudom, hogy ez így működik, de most nálam így fog. Aki pedig esetleg olvasta már a könyveket, és nincs rá szüksége, az szokás szerint mondja el a véleményét a kommentek között. Akinek pedig nem tetszik az, hogy így csinálom, mert tényleg ez most valószínűleg jóval spoileresebb lesz, mint általában, annak csak annyit tudok mondani, hogy bocsi, és hát ha leiratkoztak, akkor köszönöm, hogy eddig velem voltatok, ha meg nem, akkor pedig augusztusban találkozunk. És azért mondom azt, hogy ez valószínűleg spoileresebb lesz, mint általában, az azért van, mert kicsit komolyabban szeretnék beszélni a dolgokról. Elsősorban ugye én a karaktereket szeretem elemezgetni, ez most is így lesz. A karakterekre fogom a legnagyobb hangsúlyt fektetni, a történetről csak egy ilyen átfogót fogok elmondani. Azonban, ha később ilyenben úgy alakul a dolog, hogy a történetről is komolyabban szeretnék beszélni, akkor nem fogom visszafogni magam. Igyekszem vigyázni a számra, hogy ne szóljam le az összes poént, és azért nektek is legyen valami újdonság benne, azonban nem fogom olyan szinten óvatosan kezelni a dolgot, hogy semmit nem mondok el, mert úgy nem lehet rendesen elemezni a dolgokat. Úgyhogy így erre szeretnék titeket figyelmeztetni, és hát tényleg remélem, hogy jól tudunk róla beszélgetni, mert az az, hogy nagyon szeretnék ezekről a könyvekről beszélni. Én emiatt találtam ki, ahogy az előbb mondtam, én emiatt találtam ki azt az egész formátumot, mert a helyzet az, hogy ezt a könyvet én így elolvastam, és majdnem 3 napot kellett várnom, hogy tudjam folytatni. Szóval így úgy vagyok, hogy úristen, várnom kell, és mi ez az egész, és én már most beszélni akarok róla, hogy miért nem lehet videót csinálni róla. És emiatt most megcsinálom ezt a videót, és emiatt fogjuk így csinálni, mert én nem tudok várni. A történettel egyébként én úgy találkoztam, hogy felmentem Pinterestre. Aki ismer engem, vagy velem tartott már egy ideje a videóim során, az tudja, hogy nálam egyszerűbb Pinteresttel bemutatni a könyvet, mint ténylegesen rávenni arra, hogy én elolvassam. Szóval, ha ti azt szeretnétek, hogy én elolvassak egy könyvet, akkor mémeket küldjetek nekem. Akkor jelöljetek meg Pinterest posztok alatt, hogy igen, ezt a könyvet tudom ajánlani, és mémeket és fanartokat adjatok nekem. Engem ezzel bármire lehetne. A Batman fandomba is így kerültem bele, ami az elsődleges fandomom mára. Ebbe is így kerültem bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig soha nem bántam meg, hogyha a Pinterestre hallgattam. Mert jó, 6varjúnál először olvastam a könyvet, és aztán mentem fel Pinterestre, de ez az, hogy a 6varjú azóta az egyik legaktívabb Pinterest táblám lett, úgyhogy igen. És ennél ugye fordítva volt, először jött a Pinterest, aztán a könyv, és ez az, hogy a Pinterest sosem vágott át, mert ez a könyv fantasztikus. Szóval ez az egész fantasztikus. A következő könyveknél el fogom mondani, hogy hogy szereztem meg azokat a könyveket, mert nagyon durva kálvárián mentem keresztül, értük. Már beszélni sem tudok, jól van akkor. De
azokról majd arról lesz, akkor lesz szó. Ezt a könyvmód képzőnek volt ez a raktárvásár, akkor így azt mondtam, hogy jó, a Pinterest feldobta, akkor hallgassunk az égiekre, a Pinterest még nem vágó, tehát megvettem. És életem legjobb döntése volt, hogy én ezt a könyvet megmentem. Elképesztően jó! Szóval így 20 percig pattogtam az ágyon, és mondtam anyának, hogy mikor jön az új könyv? Mikor jön meg az új könyv, és most megyek meg inkább az interneten, vegyek el könyvesboltban, van-e a könyvesboltban, mert azt olvasom, hogy nincs a könyvesboltban, úgyhogy nem volt egyszerű, mit ne mondjak. A történetünk egyébként arról szól, hogy Blue nem látó. Az egész családja látóból, ő azonban nem rendelkezik ezzel a képességgel. Egy nem látó pedig csak két módon láthatja meg a halottakat, az első, hogy ő ölte meg őket, a második pedig az, hogy ők az igaz szerelmük. És Blue már gyerekkora óta tudja, hogy az igaz szerelmét ő fogja megölni azzal, hogy megcsókolja. És egy nap aztán, amikor a Szent Márk napján, vagy éjjelén, most nem tudom, hogy nekem mindig ez az összezavarodik, hogy most még Szent Márk éjjel az rávezető, vagy az aznap éjjel. Úgyhogy mindegy, Szent Márk éjjelén a nagynényével elmegy a templomhoz, ahol várják a halottakat, akik az elkövetkezendő egy évben meghalnak. És Blue itt találkozik Genzivel, az igaz szerelmével. És ez a találkozás egyfajta egy ilyen lavinát indít el Blue életében, hogy először megismeri a négy fiút, aki ugye a maradék főszereplő gárdánk, és aztán ők maguk a különböző, hát nem akarom azt mondani, hogy misztikus, de ilyen misztikus kalandokat élnek át, és hogy hogyan kerülgetik a forró kását, ami nem más, mint a halál. Már csak emiatt a bevezető miatt is érezhető az, hogy ennek a könyvnek van egy nagyon sötét ilyen, hát, undertónus, mi az? Hát van egy ilyen nagyon sötét hangulata a bizonyos szempontban, mert tényleg a halál mindvégig jelen van ebben a történetben. Már csak azért is, mert Blue azt tudja, amit. És közben ugye ott van a karakter, akinek a saját, megvan a saját problémájuk a halállal, és a saját érzelmi világuk a halállal kapcsolatban, és emiatt aránylag sötét a dolog. Szóval kicsit úgy képzeljétek el, mint amikor a filmeken van ez a kék hatású, hát ilyen filmréteg, mint a Twilight-ban volt, és ez, ettől az egész olyan hidegebbnek, ettől az egész olyan sötétebbnek érződik. De ugyanakkor meg tényleg benne van az, hogy ez megint egy rakadt tinédzser, aki ugyanúgy piszkálódik, mint bármelyik másik baráti társaság, aki valaha tinédzser volt. És emiatt megvan ez a sötétség is benne, ugyanakkor viszont benne van ez a kedvesség, ez az ugratás, ezek a poénok, amiket egy ilyen könyvtől elvár az ember. És a helyzet az, hogy maga erről a történetről ugye nem szeretnék sok mindent elmondani, az első könyvben ez még annyira nem történetvezetési dolog, hanem sokkal inkább karakter felépítés. Szóval igen, van ennek is egy alaptörténete, azonban én ezt sokkal inkább a karakterekre szeretném felfűzni most, mint sem magára egy történet szára. Úgyhogy megyünk szépen végig a karaktereken. Az első ugye főszereplőnk Blue. Blue így kb. Annak a leírása, meg így a tökéletes karbonkopia a nem vagyok olyan, mint a többi lány karakternek, azonban Blue ezt szerethetően csinálja. Szóval, aki nézi a videómat, az tudja, hogy nekem van egy nagyon durva ilyen, hát nem akarom azt mondani, hogy visszahúzódásom az ilyen karakterektől, de én nem bírom az ilyen, nem vagyok olyan, mint a többi lány karaktert. Mert az esetek nagy részében ők nagyon fent hagyják az orrukat, és nagyon nagyképűen állnak az, hogy de én nem vagyok olyan, mint a többi lány. Nem erőszerű azt mondani, hogy olyan vagyok, mint a többi lány. És Blue-nál ez nincs meg. Szóval ő már az első két adatban bevallja azt, hogy ő is ugyanolyan hiú, mint bárki más, előbb veszi fel a menőbbnek tűnő, de hidegebb kesztyűt, mint azt, ami ténylegesen melegen tartja, és én ezt el tudom fogadni. Szóval, girl, you do you. Szóval, ez egy olyan dolog, amit így alá tudok írni. És Blue elmondja, hogy ő nem azért nem barátkozik az emberekkel, mert hogy ő nem akar olyan lenni, mint a többi lány, meg hogy a többi ember olyan sablonos, meg izé, hanem ő azért nem, mert egyszerűen nem találja meg velük a hangot. Megpróbálja, oké, haverkodik egy kicsit velük, de tudja, hogy úgysem értenék azt, ami az ő életében lemegy a látó családjával, meg a hát a saját fura dolgaival, mint hogy erőtesse a dolgokat. És ezt nem tudom fogadni, szóval ez egy teljesen jó dolog. De közben meg Blue-nak is ugye megvan az, hogy szeretne szerelmes lenni, azonban nagyon fél ettől az egésztől, azért, mert ugye már gyerekkorában elmondták neki, hogy megöli majd az igaz szerelmét. És ez szerintem egyébként nagyon emberi Blue-tól, szóval így tényleg így itt vagyunk, hogy
tudja, hogy Genzi lesz az igaz szerelme, mert már a harmadik oldalon megtudjuk, hogy Genzi az igaz szerelme. Azonban annyira szeretném megtörni ezt az ágat, és én nem Genzit akarom, én Edemet akarom, hogy miért nem lehet ő, és miért nem lehet izé. És így ez a fajta menekülés a saját sorsától szerintem rendkívül emberi, főleg, hogyha valaki tudja, hogy egy ilyen drasztikus dolog fog vele történni az elkövetkezendő egy évben. Mert jó, benne van az, hogy az ember szeretné tudni, hogy mit tudom én, meghal vagy valami. Azonban hiába van az, hogy tudjuk, és hogy van, mert egyfajta megnyomása van, hogy tudjuk, attól még az embernek nem az az alapvető beállítottsága, hogy szeretne meghalni, hanem az, hogy tényleg szeretné elkerülni ezt a sorsot, ha lehet rá, ha van rá lehetősége. És ez szerintem egy elég jó emberi mélységet adott egyébként Blue karakterének. Én szerintem egyébként Blue egyébként nagyon szerethető karakter, nekem nem ő volt a szívem csücske, de teljes mértékig el tudom fogadni, szerintem nagyon jó karakter. Utána van Genzi, ugye a hőszerelmesünk. Genzi ez a tipikus gazdag fiúcska, aki ezüstárcán megkapta az életet. Szóval ez a tipikus, ő zsebből fizet ki egy 200.000 dolláros tandíjat, és mellé még vesz magának egy épületet, mert nem akar ott lakni, ahol van. Másrészt azonban ez még nem segít neki abban, hogy jobban ráálláson más emberek életére. És ez nagyon durva ember, főleg akkor, amikor Adammel és Blue-val beszélget, mert ugye ők ketten nem rendelkeznek azzal a kiváltságos háttérrel, mint például Roman vagy Genzi. És emiatt az ő párbeszédük nagyon sokszor elég feszült, és nagyon sokszor érezhető az, hogy van egy ilyen elcsúszás kettőjük társadalmi helyzete között. És Genzi hiába próbálkozik, hogy jobb ember legyen, ebből a szempontból neki erre nincs lehetősége, mert nem tudja most, nem ő választotta azt a hátteret, amiben beleszületett, ugyanakkor meg valóban nem rendelkezik azokkal az élettapasztalatokkal, amikkel kellene. Azonban Genziben sokkal több van, mint ez a tipikus YA gazdag gyerek. A tipikusan van egy ilyen hiperfókusza, és így mennyire ismered a Jászi királyokat, és így semmi más nem foglalkoztatja, és ez annyira aranyos. Szóval ez így ott van, hogy igen, értem én, hogy te erről akarsz beszélni, de ott vannak a Jászi királyok, és ugye eljössz velem kutatni a Jászi királyok után, és azt olvastam az ilyen, hogy ez volt, és ezt mindenképp szeretném elmondani neked. És ez annyira cuk, és annyira megláttam benne magamat, hogy így, hát én most a könyvekre kapcsolom, hogy így csinálom ezt a csatornát, hogy ez a tényleg én is azért kezdtem ezt az egészet, mert beszélni akartam arról, amit szeretek. És Genzinek ugyanez van Glendoverrel. És akkor jöttem, hogy így, annyira lelkes, és annyira cuk. Oké, és így tényleg ez a, hát nem is az, hogy ilyen naív, jóhiszemű kisfiúként látszik meg azokban a pillanatokban, de ez a, tényleg ez a kedves fiú, akinek így van egy érdeklődési kör, ami az egész életét lefoglalja. Szóval Genzit nem érdekli a pénz, de ez azért van meg gazdag, de közben meg így mindenét odaadná azért, hogy ténylegesen válaszokat kapjon erre az egészre. És akkor így kutatják a Livonalakat, amik egyébként valójában is léteznek, ez egy valós elmélet. Egyébként utána néztem, elvileg Magyarországon is összefut egy pár ilyen Livonal itt Európában, aztán Szentendre környékén van a legnagyobb csomópont, ha jól emlékszem a térképre. Minden esetre, ha titeket érdekel ez a Livonal téma, ez ténylegesen létezik, utána lehet nézni, hogyha titeket érdekel, vagy... És Genzinek ez így teljes mértékig elvette az eszét, és ez olyan kis cuki, hogy ez a fajta lelkesedés, hogy ő is lehetne ez a ja, csak szórjuk ki a pénzt az ablakon, mert megtehetem, és semmiféle személyiség, meg semmiféle érdeklődési kör nélkül így ott lenne. De nem, Genzi itt van, és ez a kiskutya lelkesedésével mondja magáét a Velszi királyokról, és így I love you, baby. És akkor így ott van a kocsija, és így egyszerűen töfi, tökéletes leképződése annak, hogy mi lenne Genzi, ha kocsi lenne. Mert így ott van, hogy ez a 200 éves Camaróról beszélünk, ami 3 percenként tönkre megy, de közben meg olyan kis szeretve van. És az Istenért nem adná el azt a kocsit, és venne magának 3 másik BMW-t helyette. Nem, neki ott van a kis töfije. És inkább megcsinálja maga, mint hogy most kicserélje, és szerintem ez nagyon-nagyon aranyos dolog, és szerintem ez nagyon sokat elárul Genziről, mint emberről. Úgyhogy igen. Viszont Genzinek is van egy elég jó, hát tanulsága ebben a történetben, és most nem arról beszélek, amit ő megtanult, hanem arról, amit megtanít.
Szóval ezzel szerintem egyébként nagyon sokan szenvednek a mai fiatalságban. Én tudom, hogy én nagyon szenvedtem vele tínédzser koromban. De a helyzet az, hogy Genzinek a könyv végén van egy jelenete, hogy nagyon-nagyon kész van lelkileg, de tényleg nagyon durván a padlóra kerül. És akkor ott van az, hogy tudja, hogy a többieknek rosszabb, és emiatt ő nem engedi, hogy neki rossz legyen. Szóval nagyon szenvednek, és megvannak ugye a saját problémái, azonban mivel a többieknek nincsen olyan kiváltságos háttere, mint neki, mivel a többieknek meg kell dolgozniuk mindenért, amiük van, ezért ő nem hajlandó azt érezni, hogy ő neki rossz, hogy neki bármiféle problémája lehet az életben, mikor ez nem igaz. Szóval attól még, hogy másnak rosszabb, az még nem jelenti azt, hogy neked nem rossz. Szóval nem, attól még, hogy neki három munkát kell végeznie azért, hogy, hogy az asztalra tegye a vacsoráját, meg hogy legyen tető a feje felett, az még nem jelenti azt, hogy veled nem bánnak rosszul az emberek, ha arról van szó. És ez egy olyan dolog, ami Genzinél eléggé szomorú, mert igen, kiváltságos élete van, ez 100%-ig biztos, azonban ez nem jelenti azt, hogy neki nincsenek problémái. Úgyhogy szerintem ez olyasmi, amit tényleg így érdemes átgondolni meg Genzinél, ez nagyon megfeltűnik, és szerintem ez olyasmi, amit nagyon sokan nem értenek a világban. Szóval csak azért, mert valaki másnak rosszabb, azt, ami nem jelenti azt, hogy neked nem lehet rossz. Szóval ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy fáradt vagy, pedig nincs is gyereked. Attól még lehet valaki fáradt, mert nincsen gyereke. Szóval igen. Emiatt Genzi egyébként több, szerintem egy mély karakter, sokkal mélyebb, mint amit esetleg az emberek szeretnek belelátni. Úgyhogy szerintem egy olyan dolog, ez egy olyan dolog, amit érdemes átgondolni. Aztán beszéljünk egy kicsit Adamről. Amikor én Pinteresten nézegettem a mémeket, még azért, hogy elkezdtem volna a könyvet, én már előre eldöntöttem magam, hogy Adam lesz a kedvenc karakterem. Szóval Adam az a fajta karakter, aki mindenért megdolgozik. Ő nem hajlandó elfogadni a segítséget senkitől, akkor sem, ha szüksége van rá. Viszont semmiképpen sem adná fel az elveit. És nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Szóval Adam tipikus nagy olyan karakter, aki nekem lenne a kedvencem. És először nem is azt mondom, hogy nem lett a kedvencem, de csak a második helyen áll a többiek között. És Adam nekem akkor nyert el a fényét, a teljes formáját, amikor a vége felé meghozza azt a döntést, amit meghoz. Szóval a többi karakter, meg egyébként szerintem sokan mások nagyon önzőnek tartják azért a döntését, amit meghoz a könyv végén. És a következő kötetben benne is van az, hogy a többiek emiatt elég távolságtartóan viselkednek vele. Azonban szerintem jó döntést hozott. Ha Adam helyében lennék, én is ugyanazt a döntést hoztam volna meg, amit ő. Ugye emiatt nekem Adam így egy tökéletes karakter, én imádom mind karaktert, és szerintem nagyon sokan fognak vele azonosulni. Úgyhogy tényleg Adam nálam nagyon sokat mit, és szerintem nektek is nagyon tetszeni fog. Aki azonban az én kedvenc karakterem lett, az Ronan. Ronanről eredetileg nem gondolkodtam túl sokat, amikor elkezdtem a könyvet, és akkor sem, amikor Pinteresten nézegettem a mémeket. Ennek a tipikus kemény csávónak tűnt, aki mindennel megküzd, aminek tajszáma van. És így kb. Ennyiben kiismerem, mert mindenkül meg kell egy ilyen kemény srác, aki a többiek, jó, ő az ész, akkor majd én leszek az ököl. Azonban aztán megjött Lancefűrész. És én I fell in love with him. Szóval ez így ott van, hogy így a kemény sávó leitta magát, összetörte a kocsiját, és így ott ül a kis hulló fiókával a kezében, és két óránként fel kell, hogy megetesse. És én azt mondtam, hogy I love you. És minél többet olvasok Ronanről, én annál jobban beleszeretek abba a karakterbe. Szóval így elmondhatatlanul imádom Ronant ebből az egészből. És most így utána olvastam a dolgoknak, meg ugye nézegettem meg Steve Fulternek a többi könyvét is, és így kiderült, hogy a Hollófiúk után lesz egy trilógia, ami csak Ronanről szól. Elvileg idén jön ki a második része, úgyhogy remélhetően a következő két éven belül el tudom majd ezt is olvasni, mert hát addigra már kijön mind a három. De így elképesztő. I love him so much. Mert így ott vagyunk, hogy Ronan magasról tojik az iskolára, őt nem érdekli. Neki is megvan ugye a saját tragikus háttértörténete, ez nagyon durván befolyásolja a személyiségét is. És akkor így ott vagyunk, hogy ő magasról tojik az iskolára, szóval egy Genzinek nem csak az iskolát, de Ronant is
hát valamilyen szinten meg kell vesztegetnie ahhoz, hogy ne rúgják ki. És Genzinek mindent meg kell tennie azért, hogy Roland bejárjon az iskolába, megírja a házért, meg ilyenek, és nem sikerül neki. És aztán jön Eden apja, Pippé veri Edemet is, meg Ronant is, és azért, hogy ugye Ronant ne csukják le, vagy ne rúgják ki az iskolával, Edemnek meg kell hozni a döntést, hogy jó, akkor ő elköltözik otthonról, és elintéz pár dolgot. És Genzi lefizette az iskolát, Genzi évekig könyörgött Ronannek, hogy vegye komolyan a tanulmányait, és ne rúgassa ki magát, és így ott vagyunk, hogy Eden meghozza ezt a döntést azért, hogy Ronant ne rúgják ki, és Ronan azzal a lendülettel beül a könyvtárba és neki áll magolni. És Ronan azzal a lendülettel levizsgázik ötösre mindenből, mert tudja ő az anyagot, szintén csak nincsen motivációja arra, hogy végig csinálja az egészet. És adnak neki egy motivációt, és a legnagyobb zsenit látjuk, akit valaha megírtak ebben a könyvben. Mert jó, Adam is zseniális, szóval nem véletlenül becézni, ha Ronan Einsteinnek ilyen ironikusan. De Ronannek van egyfajta ez az ilyen, csak úgy szívja magába a dolgokat, amennyiben érdekli. És szerintem ez egy olyan dolog, amit én 100%-ig mögé tudok állni, ez egy olyan dolog, amit én 100%-ig átérzek, és szerintem nem én vagyok az egyedüli ezzel kapcsolatban. Úgyhogy tényleg én imádom Ronant, ő a kedvenc karakterem, most vagyok a második rész felénél, és továbbra is ő a kedvenc karakterem, úgyhogy igen. A negyedik fiú pedig Noah. És Noah-nál jön be még a halál témája elsősorban, ugyanis Noah 7 évvel ezelőtt meghalt. És ez nem spoiler szerintem, mert Noah-nak ez az első mondata, amit a könyvben mond, ha jól emlékszem, szerintem ez az első mondata, amit a könyvben mond, hogy így mondja neki a csaj, hogy milyen hideg a kezed, akkor igen, tudom, 7 éve meghaltam. És így, that's fine! Igen! Jó tudni! És a többiek persze csak így viccelnek veszik, hogy jaj, hát persze, mert nincsen testhőd, meg hasonló, meg így mondják a magukért, mert ki hinne egy ilyesmit, amikor tulajdonképpen velük ott lakik egy házban. És akkor így kijön a történet során, ez a könyv tulajdonképpen arról szól, hogy végre hogy derül ki, hogy Noah egyébként tényleg halott, és hogy valami történt. És itt ott az ember, hogy damn, tényleg meghalt 7 évvel ezelőtt. És ennek ellenére, hogy ő úgymond csak egy halott karakter, és nem élő bizonyos szempontokból, Noah a legdrágább dolog, ami ebben az egészben kijön. Szóval nekem a második részben van most már a kedvenc jelenetem vele, de így Noah olyan kis cuki, és annyira megérdemelne egy ölelést, és annyira szüksége van arra az ölelésre, hogy ez valami elképesztő. Úgyhogy I love him too. Szóval nekem egyelőre úgy néz ki az összeállításom a karakterekben, hogy az első számú kedvencem az Ronan. A második számú kedvencem az Adam. A harmadik az Genzi, a negyedik Noah, és az ötödik pedig Blue. És most hízen nem tudom, mi más mondjak, anélkül, hogy leszporelezném, hogy mi van a végén. Úgyhogy azt szeretném mondani egyelőre, hogy ez az első kötet, a tökéletes első kötet, meglátjuk benne a karaktereket, felépítik benne a karaktereket, mi pedig megszeretjük ezeket a karaktereket. A történet viszi magával az olvasót, szóval nagyon érdekes nézni azt, hogy hogyan találnak több információt a lívvonalakról, ki kell beszélnek ahhoz, hogy megtalálják Glendovert, és milyen bizonyítékokra bukalnak rá, hogy ténylegesen létezik a lívvonalnak az ereje, és ténylegesen létezik ez a mágia, amit Glendover legendája magában hordoz. És emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy ha még nem olvastátok a Holló fiúkat, akkor mindenképp vegyétek a kezetekbe. Nagyon-nagyon jó könyv, én csak ajánlani tudom. És ha olvastátok a könyvet, akkor írjátok meg, hogy nektek esetleg mi volt a kedvenc részetek az első kötetből. Csak az elsőből, a többi kötetről majd a többi videóban beszélünk. Aki pedig nem olvasta még, az olvassa szerintem ezt is. Nagyon gyorsan lehet vele haladni, mert tényleg nagyon-nagyon jó. És akkor más nem haladjunk úgy tényleg, mint a könyvklubban, hogy hetente egyet vagy kettőt elolvastak, és akkor minden hétvégén megbeszéljük azt, hogy mit gondoltunk róla. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottak az első könyvről szóló videóban. Jövő héten akkor a második könyvről fogunk beszélni. És hát írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a formátumról. Tetszik-e, hogy könyvenként beszélünk erről az egészről, vagy pedig sem. És hát igen, akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy jövő héten is találkozunk. Sziasztok!